A Virágos Magyarország zsűri tagjai ez alkalommal július 10-én látogattak városunkba. A versenyre a Magyar Turisztikai Ügynökség koordinálásában ingyenesen lehetett nevezni a településeknek. Vajtó Ferenc kertész és kertépítő nem először jár Dombováron. Szerinte lakóhelyünk egy érdekes, nagy zöld felületekkel rendelkező város. 1994 óta van ez a verseny. Több minisztérium és a Turisztikai Ügynökség koordinálja. Jelenleg több mint 300 település nevez, a nevezés ingyenes, úgyhogy ezúton is minden települést bátorítunk, hogy nevezzen. A zsűri tagjait Szabotin Gábor városgondnok vezette körbe. A két tagú bizottság először körbejárta a belvárost, majd elmentek a Szigeterdőbe, de kilátogattak Gunarasba is. A zsűri a szakmai értékeléskor fokozottan figyel többek között a település zöld felületi programjára, fejlődésére, vagy épp a település gondozottságára, tisztaságára, egységes képére. A verseny célja az elsősorban az, hogy mutassuk meg a saját településünket a világnak, építsünk kapcsolatokat, és egy kulturált közterület, kulturált településkép arculatát szeretnénk láttatni. Az ítészek szerint, ha a közeljövőben sikerül végrehajtani azokat a terveket, amik ma még csak az asztalon léteznek, akkor ez egy gyönyörű terekkel rendelkező település lesz hazánknak.